Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük kedves gyülekezetünket, mindazokat, akik eljöttek hálaadó tiszteletünkre, ahol együtt magasztalhatjuk a mi Urunkat, hálát adva neki azért a 70 esztendőért, amivel megőrzött, megtartott és vezetett bennünket. Különös tisztelettel köszöntöm körünkben nagy tiszteletű Illas Zoltán Esperes urat, aki igei szolgálattal fog közöttünk szolgálni. Köszöntöm kedves feleségét! Köszöntöm dr. Fétót Zoltán egyházmegyei gondnok urat közöttünk. Köszöntöm Hatvani Miklós Isaszegváros polgármesterét. Köszöntöm Kohári Orsolya, a Damjanics János általános iskola igazgatónőjét. Molnárné Ruk Judit, a Tartagyörg általános iskola igazgatónőjét. Köszöntöm a kedves szülőket, kedves vendégeinket, gyülekezetünk minden tagját, Isten áldását kívánunk az együttlétünkre. És köszöntöm körünkben a Gaudium Carminis női kamarakórust, az ő szolgálatunk fog most következni, fogadjuk szeretettel a szolgálatot. Épülhessen itt a helyen, talán ott, ahol a
szabadság harcnak a ütközetei is folytak, egy templom, egy emlék templom. 70 évvel ezelőtt, szeptember 18-án birtokba is vette a gyülekezet az Isten házát, és amikor beléptek ebbe a hajlékba, akkor mindannyian látjátok azt az igét, ahogyan egyházmegyén korábbi hesperese közöttetek szolgálva hívogatott bennetöket Istenhez. Térjetek meg hozzám, olvassuk a proféta szavát, olvassuk az ajtó feletti feliratot, az igét, itt a templomon én magam is látom ezen a monitoron. Térjetek meg hozzám. Hidd el, higgyétek el, hogy van segítség. Higgyétek el, hogy az Isten nem ember. Higgyétek el, hogy megteszi mindazt, ami neked lehetetlen. És higgyétek el, hogy megadja nektek is, helyen, az Isten házában, a szabadság törekvés emléktemplomában, az ő szent lelkét, hogyha kéritek tőle. Kérjétek, és örvendezzetek szabadító Istenünknek. Amen. Köszönjük szépen, tiszteletű Nyilas Zoltán esperesünknek, azokat a biztatásokat, a mozdításokat, az igei üzenetet, amit Isten rajta keresztül fogalmazott meg. Kívánjuk életére, szolgálatára, családjára. Felkérem gyülekezetünk boldogát, Szentlő Dénes urat, hogy visszaemlékezését, köszöntését mondja el közöttünk. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Én is a presbitérium nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gyulatóján Esperes urat, nem csak ige hirdetését, hanem azért is, mert egy olyan öt évet tudhatunk magunk mögött, amiben neki és az egyházmegyei gondolkunknak, Pét Tóth Zoltánnak, akivel szintén itt találkozhatunk, ami egyedülálló volt a gyülekezetünk történelmében. Én azt hiszem, hogy amikor ide vendégek, vagy egyháztagok bejönnek, akkor egy nagyon kultúrált parókiát találnak itt, egy duplájára bővített gyülekezeti termet, új lépcsőt a karzatra, vagy új automatizált kapukat a bejáratra. Meg kell említeni azokat a személyeket, akik Isten akaratából hozzájárultak ennek a templomnak a felépítéséhez, vagy a továbbfejlesztéséhez, működtetéséhez. Esperes úr már beszélt arról, hogy a templomét és motorja Szatmári Zoltán, idősebb Szatmári Zoltán gondnokunk volt, aki társat talált ebben a munkában. Pedig érdekes, hogy Istennek az akarata olyan személyből, Nagy Zoltán lelkészből otthon talál is a szeget. És tudott segíteni a templom építési munkában, mert ő korábban a református jövő országos lapnál volt propagandatitkár, ahol együtt dolgozott Péter János lelkésszel, később egy református püspökkel, aki 1945 után a szintén református lelkész múltan rendező Tilti Zoltán köztársasági elnök lett. Ő tudta elintézni, hogy fogadja őket a köztársasági elnök.
keretek sorozatába beillesztve egy református templom épüljön. És az akkori minisztereket, többek között Nagy Omri Imrét, Dobi István, Ortutai Gyulát és Krajt Gászlót, Peres Péter és Szakasi Árpádot is felkérte, hogy vállaljanak védnöksége a templom építéséhez. Elképzeléseink és reményeink szerint Isten segítségével a templom felépülésének 75. évfordulójára templomunknak a felújítását tervezzük kívül és belülről. Reméljük, hogy kormány egyházmegyei támogatása ennek is eredménye lesz. Egyébként minden kedves vendégünknek és gyülekezeti tagunknak, presbitériumunk nevében további jó egészséget, erőt és református köszöntéssel áldás, békés, békességet kívánok, hozzátéve, hogy mindenkit marasztalunk az ünnepi Isten tiszteletünk után gyülekezeti termünkben tartandó szeretett vermészségre, ahol, hogy mondjam, baráti beszélgetést is lefordíthatunk egymással.